Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, VNTV-t, a Vionatról televíziót látnak, láthattok. Ezenből is az FAQ adásorozatunkat, az FAQ az annyit tesz, felelősségvállalásunk koeficiense vagy felelősségvállalásunk mértéke. Nagyon sokan járunk gyógyszertárba, szinte mindenki, aki felnőtt vagy meg akár gyerekkorban is, havonta legalább egyszer átlagosan betér a gyógyszertárba. Mai kedves vendégem dr. Czinner Ildikó. Szia! Szervusz! És megmondom őszintén, nagyon sokat beszélgettünk Ildikóval, hogy mielőtt ide beül, azért olyan dolgokat beszélgessünk, hogy egyrészt önök tanuljanak belőle, másrészt meg Ildikónak is stabil maradjon az állása. Mert ez a gyógyszeres diploma nagyon sok hosszú év munkája és gyakorlatát követeli meg. Ugyanakkor a Hippokratészi eskü, hogy az embereket segítsük, az néha sokszor felül olyan dolgokat, amit az emberek általában megtesznek. Na, a felvezetőm ugye az lenne, hogy én megkérdezem a gyógyszerészemet. Hát nézzük meg, hogy az emberiség évente trilliárdokat kifizet ezért az édes zsága mondatért, amit minden gyógyszerreklám után odaírnak, hogy kérdezzük meg orvosunk egy gyógyszerészemet. Na most ez ugye beépül ennek a reklámdíjnak az ára a gyógyszerekben, amik egyébként nem túl olcsóak, és ugyanakkor, hogyha bemegyek egy gyógyszertárba, hosszú tömös sorokban szinte senkire nincs ideje a gyógyszerésznek, mert hogy ott áll mögöttem 100 ember. Mi az első kérdés, ezt nem beszéltük meg, hogy mi az érzés, amikor benned feljön, amikor meghallod a reklámok végén ezt a szövegeket? Mennyire releváns ez, mennyire van ennek értelme egyáltalán, hogy ott van, oda teszik, vagy csak hogy valami... Mindenképpen van értelme. Számomra mindig az a legfontosabb ember, aki a tára túloldalán áll. Tehát mondtad a hosszú sorokat, hiába hosszú a sor, az az ember a legfontosabb, aki akkor éppen velem szemben áll. És annak az embernek én vagyok abban a pillanatban a bizalmasa. Nagyon sokszor jönnek úgy hozzánk, hogy sajnos, vagy nem sajnos, nem is inkább az orvosi rendelésre megy el, hiszen ott egy futószalagon megy a rendelés, hanem sokkal szívesebben jön el a gyógyszertárba, és kérdezik ki a mi véleményünket. Na most a ti véleményetek mennyiben befolyásolódik attól, orvosokkal is sokat beszélgettem, hogy mikor milyen gyógyszert írnak fel, mint ilyen receptíró diákok, hogy az orvos látogatók milyen ígéreteket tesznek nekik. Ezt most ha kimondjuk, ha nem, tudjuk, hogy az ilyen luxus utazások, pénzbeli szolgáltatások, és nem gyógyszerészre, orvosokról beszélünk, azért ez bevett és nem elfogadott, de bevett szokás. Mennyire igaz ez a gyógyszertárakban, hogy azokat a dolgokat kezdik ajánlani a gyógyszerészek, amit esetleg a gyógyszerlátogatók ajánlanak a figyelmükben? Ez számomra mindig attól függ, hogy a gyógyszerismertető vagy a gyógyszerlátogató meg tud-e győzni ennek a gyógyszernek a hatékonyságáról. Ez most magadról beszélsz, de általánosan mennyire jellemző ez? Számtalanszor tapasztalom, hogy a gyógyszeren, vagy pontosabban a recepten van egy rubrika, ami nem helyettesíthető felirattal van ellátva. Tehát amikor az be van x-elve, akkor én nem adhatok, nem ajánlhatok fel a betegnek másmilyen gyógyszert, csak azt, ami azon az adott recepten szerepel. Azt, hogy a doktor bácsi x-elibe? Igen. Aha. Tehát igen. Akkor, ha ismered a hatóanyagát, van mondjuk töredéke annak a gyógyszernek, ugyanaz a hatóanyaggal rendelkező, de az ára töredéke, te akkor se ajánlhatod neki azt, ami... Amennyiben az a kocka be van x-elve, akkor nem ajánlhatom fel. Uh-huh. Mindemellett én mindig figyelek arra is, hogy mennyibe kerül az adott gyógyszer, és hogyha egy olcsóbb verziót látok a gépen, akkor mindig felajánlom a betegnek. X ellenére? X ellenére nem ajánlhatom fel. Jó, oké, megértettem. Jó. Menjünk tovább. Oda megyek hozzád, és azt kérdezem, hogy jó napot kívánok, én rengeteg cikket olvastam, hogy ez a kálium só, ez gyilkolja az embereket. Szeretnék patika tisztaságú sót vásárolni, még múlt héten vettem. Mit mondasz nekem erre? Mire szeretném felhasználni? Hát étkezésre.
Igen. Na most annyit kell tudni, hogy gyógyszertárból kizárólag olyan termék kerülhet ki, ami gyógyászati felhasználásra szánt. Tehát akár a káliumsóról, akár mondjuk a szódabikarbonáról van szó, ha bejön a beteg, meg kell kérdezni, hogy mire használja. Ugyanis, hogyha nem, például gyomorsav csökkentése, elvileg nem adható ki. Jó, hogyha azt mondom, hogy az ételem legyen a gyógyszerem legyen az ételem, akkor már ezzel a kijelentéssel mit tud kezdeni egy gyógyszerész? Hoppá volt, és gyakorlatilag, ha én bemegyek egy gyógyszertárba, akkor ott akár még élelmiszert is állam, bébitápszert árulnak, stb. Tehát akkor nem volt releváns ez a válasz, amit kaptam. Miért nem kapok patikatisztaságú sót a gyógyszertárba? Mert étkezési célra nem adhatok ki. Jó, nyalási célra kiadható? Tehát sót akarok nyalni, kérem. De könyörgöm, hát miért nem lehet patikatisztaságú? És ideig miért lehetett? Ideig nem étkezési célt szolgálta? Na, és azt mondja, hogy nem étkezési célból lesz, hanem bocsánat, nem étkezési célról beszélünk, hanem gyógyászati. Tehát, hogyha nem arra használod fel, hogy a gyógyulásodat szolgálja, akkor nem adhatom ki. Gyomorsav hiányos vagyok, és a nátriumkloridból sósavot csinál a gyomrom, és akkor már is... Akkor már is más. Van egy fonónak nevezett vénygyűjteményünk, receptgyűjtemény. A fonóban meg van határozva minden egyes ilyen szernek a maximális kiadható adagja. Uh-huh. Annyit kiadhatunk gyógyászati célra, annál többet viszont nem. Uh-huh. Most akkor gondolom a szódabikarbónával ugyanez a helyzet, igaz? Szódabikarbónával elvileg ugyanez a helyzet, igen. Most azért látjuk ám, hogy a háttérinformációban évtizedek óta azért megy a másképp tudás szempontjából a szódabikarbóna egyéb felhasználási lehetősége, ami esetleg az embereknek pozitív hatással rendelkezik, és ez a gyógyszerfogyasztást csökkenti. Tehát mondjuk ez igazat. A káliumozott só úgy szintén, tudatosan vagy tudatlanul, úgy szintén mérgezi az embereket. Igen. Nagyon sokan szeretnének káliummentes sót vásárolni, például patikában. És ez idáig megtörtént, mert hogy egy évvel ezelőtt még tudtam vásárolni patikatisztaságú sót. Igen, azóta egyre jobban szigorodnak a szabályok. Ki hozza a patikába a szabályokat? Hát az ugyi. Nekünk van egy ogyi listánk, hogy mit adhatunk ki, milyen mennyiségben, milyen formában. Jó. Azt már hallottam ugyanebben a székben, hogy az Orvostudományi Egyetemen a szponzorok, akik egyébként a nagynevű gyógyszergyárak meghatározzák, hogy mi legyen a tananyag, illetve már nagyon sok gyógyszer, azokat a gyógyszer összetételeket és hatásmechanizmusokat tanulják és vizsgáznak, amit ők állítanak elé. Mennyire befolyásolja ma a gyógyszerlobbi nyomása, hogy a gyógyszertárba mi az, amit árulnak, és mi az, amit elmondhatnak az ott dolgozó munkatársa? Mennyire befolyásolja, maximálisan. Hát itt kéne befejeznünk ezt a beszélgetést. Kérdés, hogy erről lehet-e beszélni. Hát itt kéne befejeznünk. De ha mindent a gyógyszerlobbi képes irányítani, irányítja a törvényhozás, hogy kit jelentsenek föl azért, mert esetleg egy embereknek egy olyan szérumot segít. Tudott előállítani, és ezt az embert üldözik, bármilyen módon el akarják pusztítani, mert a gyógyszergyárnak ez az érdeke. Igen. Igen, de sajnos így van. Na, most neked nem kellett volna igent mondanod, mert most jött. Jó, okay. Azért vagyok itt István, hogy segítsek az embereknek. Jó, oké, okay. Igazából mindenkinek önmagának kell segítenie, tehát jó, hogyha és akkor most beszéljünk egy kicsit a vitaminokról. Jó. Ugye irdatlan pénzeket reklámra elköltenek, vitaminokat reklámoznak a televízióban, bemegyek hozzád, és azt mondom, hogy na, én egy széles spektrumú vitamint szeretnék, kedves doktornő. Mit tud nekem ajánlani tiszta szívvel? Tiszta szívvel semmit. Semmi. Megmondom, miért nem. A gyógyszertárban található vitaminok túlnyomó része, majdnem 90%-a szervetlen vitamin. Hogy a szervetlen és a szerves vitamin között hatalmas különbség van, a szerves vitamin... Marilének mondjuk már, hogy mi a különbség a szerves. De a szerves az, amit, hogyha elrácsálok egy zöld búzafüvet, vagy egy növényekbe, zöld akkor ott vannak azok a balanszanyagok, amitől ő... Igen. Képes felszívódni a hatóanyagát, stb. A szervetlennél kikapkodjuk. Laboratóriumi körülmények között készült vitamin. Balanszanyagok nélkül, tehát ami a felszívódásukat segíteni. Igen. Na most a szervetlen vitaminokkal az a probléma, amit ugye nem nagyon publikálnak, mostanában kezdtek el talán publikálni, hogy sokkal inkább a kóros folyamatokat segítik,
mint hogy gátolnák. Na jó, akkor ezt megint nekem kell kimondanom. Tehát, hogyha az már nagy dolog, hogy ha nem használ, legalább ne ártson, de ha oly módon a testünkbe kerülve nem az életet táplálja, mert ő nem élő, hanem egy holtanyag, akkor ami életellenes folyamat zajlódik a testembe, például egy csúnya daganat, vagy bármiféle gyulladás, vagy akár a belembe ilyen rothadéklakók, amik a számomra használhatatlan tápanyagokon élnek, akkor ő nekik ez tökéletes tápalaj. Tökéletes táplálaj, és táplálják ezeket a folyamatokat. Szemben a szerves vitaminokkal, amelyek viszont gátolják. Gátolnák, hogyha árulnának ilyet? Lehet most már azért egy-két vitamint kapni, sőt a szerves vitaminoknál fel is tüntetik, hogy szerves vitamin. Mind a mellett oda mész a polchoz, és ki van téve egy egész sor C-vitamin, sehol nem látod kiírva, hogy szervetlen vitamin. Most a C-vitamin az mitől lesz szerves? Ugye van az aszkorbinsav, és az önmagában még szervetlen. Az önmagában szervetlen, viszont az aszkorbinsavat egyre több termékben kapcsolják csipkebogyóhoz, tehát csipkebogyót is tesznek azért, hogy ezáltal kerüljön egy szerves anyag is abba a C-vitaminbe, és ezzel segítse a felszívódását. Ez itt a Szent Györgyi T-vitaminnak egyébként az a ballasztanyag, ami által az aszkorbinsav képes felismerülni és beépülni. Egyébként Szent Györgyi Albert is megmondta, hogy a legjobb a szerves C-vitamin. Tehát ami a lime-ba vagy a paprikába van. Térjünk vissza. A szervetlen vitaminokra ráírják, hogy szervetlenek? Nem. Tehát, hogyha én nem vagyok elég egészségtudatos, akkor simán elkapkodom a legnagyobb gyártócégek legdrágább cuccát, és azt hiszem, hogy a legjobbat tettem. Igen, és rávenél vagy 1000 mg, és úgy gondolod, hogy 1000 mg C-vitamint vitte be aznap a szervezetedbe, és teljesen megnyugodtál, hogy akkor az oxidatív folyamatok ellen véd, és tulajdonképpen immunrendszer erősítő, holott az az igazság, hogy ennek minimális százaléka szívódik fel. Hadd kérdezem meg, nincs a szervezet C-vitaminnek esetleg hosszú távon egészségkárosító hatása? De van. Van. Sajnos van. Adatokat mondhatok-e? 500 mg szervetlen C-vitamin, hogyha az ember több éven keresztül szed, annak nagyon csúnya hatásai lehetnek. Tehát épp ellenkezőleg, mint amire az ember szedi. Gyulladásos folyamatokat segít, illetve a nem kívánt sejtkárosodás segíti elő. De ha már aszkorbinsav flavonoidokkal van együtt, amit mondtál, csipkebogyó, ez az. Az már jobb, de... De az igazi az, hogyha Hogyha természetesen, tehát növényekből, zöldségekből veszi meg az ember. Acerulából elég jó, ami ki van. Acerulából nagyon jó a felszívódása, igen. Nem tudom, hogy mindenki ismeri azt a növényt, vagy a gyümölcsöt. Igen, nem honyosnálunk egyébként, de... Igen. Jó, hát már eddig is elég sok minden olyan dolog volt, ami kicsit... Tehát erről egyszerűen nem beszélnek. Tehát egyszerűen, hogyha a gyógyszerlobbi akarja, akkor te tudsz mindent, amit ők akarnak, de az ellenoldalt, hogy mi a te egészséged. Mi a véleményed arra az állításukra, hogy a betegségeket azokat nem gyógyítani, hanem kezelni kell? Nekem az a véleményem, hogy a betegségeket megelőzni kell. Nagyon jó válasz. Tehát én inkább a prevencióra fektetnék sokkal nagyobb hangsúlyt. Kérdés, hogy ez kinek érdekes, kinek nem. Jó, de gyógyszertárban dolgozol, igaz? Gyógyszertárban dolgozom, igen. Tehát általában nem a prevenció, sajnos. Sajnos. De bioboltban, ha eljönnek, és akkor én most nekem el kell mondanom, mert 5 perc egy torkomon van, hogy ez a dr. Yoshide Hagiwara, aki egyébként egy gyógyszerész professzor Japánban, 60-as években lett tele ezzel a világgal, amiről te itt most beszélsz. Ő az ólom alapú gyógyszereket kísérletezte és adta oda az embereknek. A saját összes foga kihult, tehát úgy ajándékozta meg magát. És majd kitalálta, hogy a zöld árpa, ami az árpának a tavaszi hajtása, ez a természet multivitaminja, és ő gyönyörűen ledokumentálta ezt bárkinek, kimenem szerinteni, hogy a zöld árpába, széles spektrumba, amin az embernek szüksége van szerves kötésben, mindene megvan, csak úgy ezt így nem a reklámhelyen, nem kell vívonatúrás terméket vásárolni, a zöld árpába multivitamin bárki elérheti. Menjünk tovább egy kicsit egyébként ezen a kálvárián, tehát te azt mondod, hogy ne kezeljünk, hanem prevenció legyen, előzzük meg. Hát ez egy nagyon jó kis gondolat lenne. Az emberek érdekesen állnak ez a dologhoz, mert ugye azt mondja, amíg egészséges, addig szinte mindent feláldoz azért, hogy munkája legyen, hogy gazdagsága, hogy pénze legyen. De és amikor már beteg lesz, akkor meg már szinte minden pénzét feláldozna azért, hogy egészséges legyen, de akkor szinte visszaszerezhetetlen a dolog. Szerinted a gyógyszerek ma tudnának gyógyítani, vagy eleve úgy készítik el őket,
hogy kezeljék, tehát a tüneteket kezeljék hosszú távon? A gyógyszerek hosszú távon kezelnek. És nem gyógyítanak. Jó. Bocsánat, nem mondasz ki mindent, de... Nem mondok ki mindent, igen, nyilván nem mondhatok ki mindent. Mindamellett, hogy kezelnek, ami a nagyon nagy problémám, rengeteg mellékhatásuk van. Uh-huh. Tehát bejön a beteg a gyógyszertárba, mondjuk 10 recepttel, ebből 3-4 a problémájára van felírva, az összes többi pedig a mellékhatásra. Vagy például, hogyha fölírnak az egyik általunk mondjuk ismert betegnek egy gyógyszert, egy új gyógyszert, mert majd, hogy nem már tudom, hogy milyen gyógyszereket szed, pontosan tudom, hogy 2 hét múlva milyen gyógyszert fognak még plusz fölírni annak az adott gyógyszernek a mellékhatására. És ez nagyon rossz érzés. És egyre jobban az asztal telítődik gyógyszerekkel, és akkor még utána még valami orvoshoz elmegy, mert ugye a mellékhatások miatt már egy újabb szakorvos kell, aki nem vesz figyelmet arról, hogy ő már mennyi, bocsánat, gyógyszert kapott, ő fölírja a maga újabb 5-ös fogatát, amiből újabb és újabb gyógyszer lesz, és ez valami hihetetlen. Hihetetlen, mindamellett szívszorító látni azt, amikor bejönnek a nyugdíjasok, és azt mondják, hogy a nyugdíjának a felét már itt hagyta a gyógyszertárba, és még mindig nem váltotta ki az összes gyógyszerét. Uh-huh. És akkor ugye most könnyen mondjuk, hogy FAQ, hogy legyél tudatos, és nagyon sok nyugdíjas azért ráébredt már, és ki tudta dobni a gyógyszerének nagy részét, és sokkal egészségesebb, mint a gyógyszerének. Mint ahogy előfordult már az is, elnézést, hogy megérkezett a beteg a receptekkel, és láttam, hogy ugyanaz a hatóanyag kétféle gyógyszernéven lett felírva a betegnek. Magyarul az orvos nem vette észre, hogy ugyanazt a hatóanyagot kapja a beteg, és az életminősége olyan szinten romlott, hogy ki akarták rúgni az állásából. És önhatalmulag megbeszéltem vele, és mondtam, hogy az egyik gyógyszert akkor vegyük el. Tehát az egyiket ugye duplán lett felírva. És a beteg visszajött, és mondta, hogy köszöni szépen, megmentettem az életét, mert azóta változott az életminősége, jól érzi magát a munkahelyén, minden rendben van az életében. Ezek azért nagyon-nagyon megerősítenek, és jó érzés. Nagyon sok gyógyszerészer találkozol, együtt éltek egy légtérben. A gyógyszerészek mennyire szednek gyógyszereket? Változó. Ha engem kérdezel, én nem. Uh-huh. Én nem, én inkább a tudatos táplálkozásra figyelek, a tudatos életmódra, és amennyire csak lehet, kerülöm a gyógyszereket. Uh-huh. Mit csinálsz akkor az életedben, amikor szembe találkozol egy olyan szituációval, amikor számodra szakmailag teljesen alátámasztott, tényekkel bizonyított, mondjuk több ezer éves népi hagyományokra alapuló gyógynövény kerül a kezedbe és a környezetedbe, és meggyőződsz saját magad a hatékonyságáról, a tisztaságáról, és egy apró baj van vele, hogy ezt a természet találta ki, és nem gyógyszergyára. Mit teszek ilyenkor? Mi a véleményem? Hogy tudod ezt a megosztani az emberekkel, hogy édes drágám, ott van ez a gyógyszer, fölírtak neked x ezer akármennyi pénzért, és lenne itt egy dolog, ami nem kezel téged, hanem esetleg végleg elmúlik a nyavajád. Végleg erősödik az immunrendszered, életminőséged javul, de ezt nem a gyógyszerlátogató támogatta. Mit tudsz ilyenkor tenni? Ajánlom menni. Tehát a gyógyszer mellé, és semmiképpen nem mondom azt, hogy hagyja el a gyógyszert, és ehelyett kezelje inkább ezzel a természetes hatóanyagú készítménnyel, de ajánlom mellé, és itt egy hatalmas probléma van, ami engem nagyon bánt. Az utóbbi időben közösségi portálokon ugye van az orvostársadalom, és vannak a természetgyógyászok, az alternatív gyógyítással foglalkozó emberek. Mind a kettő a saját igazát fújja. Mind a kettő szidja a másik oldalt, mondjuk az orvosok jobban a természetgyógyászokat, mint fordítva. Ahelyett, hogy ez a két oldal összefogna. Ugyanis sokkal effektívebb lenne a gyógyítás. Én nem mondom, hogy nincs szükség a gyógyszerekre. A gyógyszereknek szükség van. Vannak bizonyos betegségek, amelyek gyógyszer nélkül nagyon nehezen, hosszú távon lehetne kezelni, ugye a természetes hatóanyagú kiegészítőkkel, viszont lehet, hogy arra meg már nincs ideje a betegnek. De hogyha a két társadalom összefogna, és azt mondja az egyik, hogy igen, ennek az adott betegnek sajnos kell a kemoterápia. Viszont van mellette egy olyan táplálék kiegészítő, ami a kemoterápiának az összes mellékhatását meg tudná szüntetni, akkor a beteg életminősége nagyon sokat változna, mind a mellett, hogy gyógyulna, mert az adott terápiát folytatja. Érdekesen mondasz, 10 éve került a kezembe egy azt hiszem UNESCO-s lista, 242 alapgyógyszert leírtak a Földön,
amire azt mondják, hogy mit tudom, mik vannak benne, aspirin, ez az amaz, tehát amilyen, amiket aspirint is természetes anyagból vonták ki, tehát. És köszönjük szépen, ennyi elég lenne. Ezzel szemben, nem tudom, tudsz-e ilyen számot, hogy évente hány ezer új gyógyszert törzskönyveznek? Ezt nem tudom, sajnos azt tapasztalom nap, mint nap jönnek új gyógyszerek a gyógyszertárba. Ezzel számra. És ugye minden nagyobb gyógyszercég megcsinálja saját maga mutánsát ugyanarra a dologra, és aki erősebb kutya a piacon, annak a szerét szarát szedik be az emberek. Tudod, de hogyha ezt most figyelmesen figyel, nézőnket, és figyelmesen figyel, akkor ugye a tudatos ember az azt mondja, hát én ezt már régen tudom, egy darab gyógyszert nem szedek, és én is jelentem, kedves néző, hogy egy pár év óta semmit nem kell szednem. Milyen? Tehát hogy kezdenéd el? Tehát látod, ott van az asztalodon a 10 darab szírszarod, és lesz ez az életed, ez az amaz. Hogy tudnál ki kecmeregni ebből, hogy ne a gyógyszergyárak ilyen méregtarsója legyél? És akkor most finoman fogalmaztam. Fontos az alapbetegség. Tehát ugye, aki gyógyszert szedenek, nyilván van valamilyen alapbetegsége. Na most... Vezető betegség ugye a vérnyomás Magyarországon, tehát a szív- és érrendszeri megbetegedések, semmiképpen nem szabad elhagyni a gyógyszert. Kedves doktor, én pont azt hagyom el, és teljesen normális. De bocsi, arról volt szó, hogyha ott van előttem 10 doboz gyógyszer az asztalon, akkor melyikkel kezdem? Tehát azt biztos, hogy félreteszem, mert nem azzal fogom kezdeni. Uh-huh. Az egy más kérdés, hogy utána, hogy felépítem az egészségemet úgy, hogy esetleg a későbbiekben ennek a mértékét lecsökkenthessem, vagy akár el is hagyhassam. Uh-huh. Mivel kezdeném? De attól függ, hogy milyen betegségek uh-huh. vannak. Tehát amit én egyáltalán nem támogatok, nem tudom, hogy a műsorban kimondható, nem mondható, koleszterin csökkentő gyógyszerek. Uh-huh. Annyira működik a szinkronicitás. Két héttel ezelőtt Horváth professzor ült a helyeden, és elmondta, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszerek milyen óriási problémákat okoznak az embereknek. Utána itt volt az Egeri Gyuri, őnek is köze nincs a biológiához semmihez, de tökéletesen elmagyarázta, hogy nem az a feladat, hogy az agyunk nagy része koleszterin egyébként, tehát ezt nem feltétlenül kéne. Viszont ezért már a világban embereket öltek meg, hogy ilyen dolgokat kimondtak, és a koleszterin csökkentő gyógyszerek trilliárdos üzlet nekik. Dollármilliárdok vannak fejlesztésben. Tehát egy olyan dologgal megyünk szembe, amin csak egy dolog változhat, a szemléletváltás. Hogyha elfogadom, hogy gyógyszergyár, igen, de ő milyen jó csávú, mert mennyi pénzt csinál belőle, stb. De az én életem, az én egészségem árán. Mindenkinek a saját döntése. Saját döntése. A változást akarsz, változd meg önmagad. És te korábban szedtél gyógyszereket, vagy ez te már eleve ilyen egészségtudatos voltál is? Korábban szedtem, természetesen bármilyen problémám volt, akkor rögtön a gyógyszerekhez fordultam, ma már nem. De nincs is semmi problémám, hála Istennek. Mit szólsz ahhoz a lenkei féle elfhez, hogy igazából nem betegségek vannak, hanem hiánytünetek vannak. Tehát, hogy abszolút aláírom. Most egyébként ővel még néha el szeretnék beszélgetni arról, hogy elég sok szervetlen kötésanyagot ad az embereknek, és ha halljuk, hogy a szerves mennyire fontos, akkor erről szívesen elbeszélgetnék vele egyszer egy alkalommal. Arról nem beszélve, hogy a szerves vitaminból lényegesen kevesebb kell, mivel hogy a felszívódása az jó. Hát pontosan így van. Mindig el szoktam mondani ezt a eléggé vulgáris példát, hogy beveszünk egy nagyon drága multivitamin komplexet, majd 10 perc múlva elmegyünk a WC-re, és nagyon drágát pisilünk, mert ugye beoldódott, de viszont ki is ürült, tehát ez meg lehet látni üzleten, és igazából mi maradt bennem. És ha téged hallgattalak, az a jó, hogyha nem maradt bennem semmi, mert a szervetlen kötési dolgok a bennem lévő betegségeket támogatják, és nem az immunrendszeremet. Visszatérve arra a fölvágásodra, hogy a természetgyógyászoknak össze kéne fogni az orvostársadalommal. Ott látom a hídverést, hogy bár az orvosi egyetemen nem a főszakon, de már későbbi másodképzéseken azért már lehet kínai gyógyászattól kezdve mindenféle alternatív dolgokat természetgyógyászatot is tanulni. A másik az, és ez megint egy provokatív kérdés lesz, hogy ugye 1910-ig, amíg a Carnegie-en, ő egy ilyen a Rothschildokkal együtt alakították az első ilyen egyetemeket, kijelentették, hogy a test, lélek, szellem hármasából a lélekkel, mint olyannal
nem kell foglalkoznom, ez nem létezik, csak anyag szinten kell az embereket gyógyítani. És ma már tudjuk, hogy a másik oldal pontosan abban különbözik nagyon az orvosi társadalomtól, hogy a természetgyógyászat először megnézi a lelket, hogy mi a lelki oka annak, ami következtében jött a betegség, és akkor már ezzel egy dolog, amivel megoldom, de nem feltétlenül kémiai szerekkel. A lélek mikor fog visszavonulni a hivatalos orvostudományba? A lányom pozitív pszichológiát tanul, és ott sem lehet a lélekről, mint olyanról hallani. De egyre több cikk van a pszichoszomatikus betegségekről, aminek tulajdonképpen, ami azt mondja ki, hogy a betegségnek lelki háttere van. És én számtalan szót tapasztalom, engem is érdekel egyébként nagyon a téma, hogyha találkozom egy beteg emberrel, és rákérdezek, hogy tehát megvan, hogy melyik betegségnek azért milyen lelki háttere van. Mm. És rákérdezek, hogy esetleg előfordult-e a családban ez a probléma, mindig rátapintok. Mindig eltálló? Szerintem neked a más oldalra is be kéne ámruháznod egy kicsit, mert annyira empatikus vagy, meg hát mi is azért valljuk, hogy ezen a szálon találkoztunk, tehát nem nagyon egyszerű. Patika tisztaságú sóért mentem be hozzád. Szeretni kell az embereket. Szeretni kell az embereket. Mert te szereted, akkor ráfigyelsz, és abban a pillanatban már csak ő a fontos. És hogyha az embereknek szeretnék önmagukat, akkor nem biztos, hogy be kéne jutniuk a patikába, ez már csak így. Igazából a gondolkodásmódom szerint egy hídverő vagy. A hídverőknek azt hívom, akik megismerték az egyik oldalt, de vették a fáradtságot, hogy átmenjenek a hídon a túloldalra, és megismerjék a másik oldalt. Na most egészségesen táplálkozol, de tudjuk, hogy a táplálékainkban is ma már egyre kevesebb ásványanyag és vitamin van. Igen. És azt mondod, nem szed semmiféle gyógyszer, de azért azt nem mond, hogy természetes vitaminokra nincsen szükség az életedben. Tehát, hogyha te valami ilyesmihez szeretnél nyúlni, akkor mihez nyúlsz el? Nagyon sokat kutattam a vitaminok után, elhatároztam, hogy összeállítok magamnak egy napi vitamin bombát. Úgymond kikeresem, hogy melyik vitaminból milyen mennyiségre van szükség. Akkor találkoztam először ezzel, hogy van szerves és szervetlen. Nem először, de ugye itt a felvetése, hogy akkor most melyik az egészséges és melyik nem. A suliben egyébként itt külön van, ugye van szerves-szervetlen tanszék. De... Szerves-szervetlen kémia, igen, akkor még annyira vitaminokkal nem foglalkoztunk ilyen szinten. És mind a mellett nyilván tanultunk gyógynövény és drogismeretet, meg volt a szerves kémia, tehát így módon találkoztunk, csak úgy konkrétan a gyógyításban és ennek a felhasználásával nem. A lényeg, hogy napokat ültem az internet előtt, és igazából nem találtam olyan készítményt, ami számomra megfelelt volna. Próbáltam összeszedni külön a vitaminokat, mind a mellett, hogy őrületes költség, egy havi adag, még mindig nem voltam megelégedve az összetételével. És akkor fordultam a szerves vitaminok felé, és akkor kezdtem el a szerves vitaminokat kutatni. Pontosabban a növényeket, növények összetételét, melyiknek milyen vitamin összetétele van. És akkor találtam rá. Kire az igazira? Egy érdekes növényre. Mi? Ne izgass el, nem ugye? Moringára. Morikára? Az neked? Nekem moringa. 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 És nem a morning show-ról beszélünk. Nem. Csak azért viccelek veled, mert nekem abban kivételes szerencsé volt részem, hogy ezelőtt kb. 20 évvel, pont az előbb említett Egeri Gyurival jártunk Fülöp-szigeteken, és hát gyakorlatilag ott őrült nagy a lakosság száma, a pénzük szinte semmi, tehát hogy csak természetgyógyászoknál gyógyulnak, mert nem tudják megfizetni már a gyógyszereket. És akkor volt először, hogy Cebu ez egy őrült nagy sziget Fülöp-szigetek mellett, és akkor hozták a moringa. Én ott találkoztam először vele, és gyakorlatilag a természetgyógyász az nem tablettázva, hanem egy ilyen szárító zacskóval belenyúlt, és akkor adta neki, és azt mondta, elmondta, hogy reggel délbe este szedjed meg, és akkor hát nem tudtam semmit a moringáról egyébként. Majd tavaly évben belépett Rácz Lehel, a kedves nézők őt is ismerhetik, a Háza Semmiből című adás, ő Cebu szigetére ment el, és embereknek ingyen tanítja meg, hogy kell a katasztrófák után a házat felépíteni egy nap alatt, és ő is azt mondja, Érdek Pistám, itt van neked, és ő is hozott nekem egy marék moringát. És akkor most, mikor elkezdtünk beszélgetni, akkor te felhoztad nekem ezt, hogy moringa, akkor ez a három kép így összeállt bennem. És akkor mi ez a moringa? Moringa egy csodálatos növény.
tulajdonképpen ami reklámban megjelenik, vagy akármilyen közösségi portálon, mindenhol úgy kezdik, hogy ez maga a csoda. Igazából, tudod, ami csoda, az a mindenre nem jó semmire. Igen, tehát ezért nem szeretném azt mondani, hogy egy csodálatos növény, inkább azt mondanám, hogy van egy intézmény, a Brunswick nevű intézmény, aki az orak értékkel, az antioxidáns értékkel foglalkozik. Bevizsgálta a moringát, és olyan magas a moringának az antioxidáns értéke, hogy superfoodnak minősítette. Tehát ez most nem az én szubjektív véleményem. Milyen intézeted még egyszerűen? A Brunswick. Az Amerikában van? Igen. És most éppen mi van antioxidánsban? Tas vagy tak, vagy milyen érték van? Tudom, mert mindig változik. Ez az orak érték. Ő orak értéket határoz meg. Tehát ez azt jelenti, hogy például a moringában 157 ezer mikrogram van 100 gram levélben. Miért fontosak az antioxidánsok a szervezetünkben? Az antioxidánsok a szabad gyököket semlegesítik. Na most, hogyha a szabad gyökök száma megszaporodik, a szervezetünkben, akkor az kóros folyamatokat indíthat el. Tehát ezért fontos az antioxidánsoknak a szedése, lehetőleg napi szinten, és megfelelő mennyiségben. Amiről az előbb beszéltünk, ez az orak érték. Úgy határozták meg, hogy 3 és 7 ezer mikrogram között kell naponta bevinni antioxidánst. Na most a moringában, mint említettem, 157 ezer mikrogram van per 100 gramban. Úgy van, megszülettünk egyébként, és akkor a legnagyobb az antioxidáns státusz a szervezetünkben, igaz? És hogy a kor előrehaladtával egyre magasabb a szabad gyök érték. A szabad gyökök száma, igen. És akkor el tudjuk ezt kompenzálni, onnantól gyönyörű fiatal marad a bőrünk, a belső szerveink, minden. Tehát az antioxidánsok igazából egy ilyen komoly fiatalítószerek. Plusz, bocsáss meg, hogy közbeszólok, a moringában van egy fitoösztrogén, egy zeatin nevű összetevő, ami ráadásul sejt megújító tulajdonsággal rendelkezik. Bőr, a sejtöregedés gátló hatása van. Tehát akkor sose halunk meg. Örök fiatalság. Erről a moringáról beszéljünk még egyszer, jó? Mert ez érdekes téma lehet. Ez az. Van-e valami pozitív jövőképed gyógyszertár, gyógyszergyár kontra egészség? Így van. Amit az előbb említettem, az összefogás. Tehát, hogyha összefogás lenne, amit sajnos egyáltalán nem látok, mert mindenki a saját malmára hajtja a vizet. Hogyha a szűke pátriádba körülnézel, a saját két gyógyszertárad, vagy a gyógyszerész társadalmat ismerve, látsz-e valami progressziót a gondolkodásmódba, a tudatosodásba? Mert azért itt intelligens emberek vannak, 5-6 évet lehúznak az egyetemen, tehát nem feltétlenül az ilyen szűklátókörű emberek mennek el orvosnak és egy gyógyszerésznek. Ugyanakkor, ez most az én álláspontom, és akkor nem kezd magadra venni, ez a gyógyszeripar teljes egészében bedarálta magába úgy az orvostársadalmat, mint a gyógyszerész társadalmat, viszont látsz-e valami fényt az alagút végén? Akkor nem tudom most jobban vagy rosszabbul föltenni ezt a kérdést. Talán azt látom, hogy még jobban szétválik két felé a gyógyszerész társadalom is, ugyanúgy, mint ahogy az orvostársadalom is. Tehát van, aki abszolút elindult a természetes gyógymódok irányába, és a táplálékkiegészítők természetes gyógyszerek felé, a másik oldal pedig ragaszkodik a gyógyszerekhez, a gyári készítményekhez, gyógyszeriparhoz. Kedves néző, önnek is a saját döntése az, hogy mihez ragaszkodik, de legalább lássuk be, és lássuk közösen, hogy van másik út. Tehát és ez a tudatosság éberség útja. Én nagyon köszönöm, hogy ezt elvállaltad. Köszönöm, hogy eljöhettem. Hetek, hónapok óta citálok erre a beszélgetésre, és azért mindig ott van az a dolog benne, hogy lehet, hogy hónap megmondják majd, hogy kisasszony magának nem kell jönnie dolgozni. Tehát ezt mondjuk nagyon nézek ki a képernyőn, simán egyszer, de csak tudod, én ezt ingyen csinálom, tehát abból te úgy nem élnél meg, de én azt hiszem, hogy ha kimondjuk, akkor egyszerűen kell változni a dolgoknak. Mindenképpen. Mert ahogy te elmered mondani, holnap után én várok még ilyen őszinte hangú, szavú embereket, akik a saját területeken ugyanúgy elmondják, hogy ott mi a helyzet. És nem adhatjuk el magunkat semmilyen profitért, mert egyszerűen az út vége az egészségtelen, csúnya, halálos állapot. És van másik út, van másik út. Megelőzhető. Jó, és akkor erről a Marinéniről vagy Moringáról meg fogunk még beszélni. Rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltál. Megköszönöm kedves nézőknek is a figyelmét, azért olyan nyitott kapukat döngetünk, amiről nap mint nap
a megosztó portálokon beszélgetünk, de jó volt nekem egy benfentes hangját is hallani erről a dologról, és amikor majd egy gyógyszergyár képviselője itt megvédi velem szembe a gyógyszereket, akkor neki is nagyon szívesen hangot adok, hogy miért van erre nagy szükség, meg a szervetlen kontraszervezt is szívesen még egyszer kitárgyalnám. Az egy érdekes téma. Megköszönöm a tisztelő figyelmüket, VNTV-t, Vivanatot, a televíziót láttak, ezen belül is az FAQ adásorozatunkat, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjáján találják. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Szeretné családtagjait otthonában gyógyítani? A Safe Laser segít önnek ebben. A pelenka kiütéstől a nagypapa hátfájásáig, valamint a házi kedvencek betegségeinek kezelésére hatékony megoldást nyújt. Manapság már a háztartás fontos része, mint a lázmérő vagy a C-vitamin. Safe Laser a családgyógyító fénye. Részletes információ www.safelaser.info.